A Jetszoriga felsőházi rájátszásának harmadik fordulójában a Ferencváros azt a viktóriát fogadta, amelyet kiejtett a magyar kupából az idei sorozatban, és most nagyon fontos lenne a zöldmezeseknek nyerni, hiszen azzal óriási lépést tehetnének a bajnoki döntő felé. Így is kezdték a találkozót a Népligetben. Diószegi remekül játssza magát tisztára, a lövés is jó, csak éppen nem szorította le, eléggé fölé szállt. Ez volt a második percben, két perccel később egy óriási zicserben lép ki Nagy Dóra, aztán beérte a védő, csak szöglet lesz belőle. 8. perc. Megcsúsztatott labda, nincs ráérkező, hát ennél fogunk mi nagyobb helyzeteket látni, láttunk is. Aztán egy labda vesztés vagy szerzés, nézőpont kérdése, távoli lövés. Marsai Nikolett ismerte fel a lehetőséget, csak nem találta el a kaput. Aztán egy beívelés a fa árnyékából, Zeller ugrik. Sikerül valahogy kiemelni a veszélyes zónából a szombathelyieknek. Nézzük, most sikerül-e ugyanez. Nem, gyönyörű góllal vezet a Ferencváros a 17. percben. Diószegi játszott a középre, aztán ügyesen Zeller emert át a kapuson. Ez már a második félidő, egyenlítési esély, sőt egyenlítés is. A szemtelenül fiatal Magyari Zoé, hát bávatag lövését bevédte Németh Júlia, mit szépítsük a dolgot. 1-1. Rosszul találja el a csatár, de ez zavarja meg talán a ferencvárosi kapust. 64. perc. Zeller indít. Óriási lehetőség. Kaján fölélő, pedig ott volt üresen Giovanna is, aki csereként állt be. Érdekes döntés a ferencváros edzőtől, hogy a brazil légióst nem a kezdetektől vetette be. Itt már úgy tűnik, hogy felszabadul a szombathelyi kapu, aztán sikerül elszúrni a védőnek, de a lövés nem veszedelmes. Horváth Boglárka próbálkozott. Újabb ferencvárosi esély. Csak szöglet lesz belőle, nem gól. Egy felévelt labda, ide-oda pattog, gólszerzés lehetőség fölé tüzelt. Ezúttal Szakonyi. Már ismét a zöldek előtt a szansz. Mit sikerül ebből kihozni? Egy lövést, belevetődik egy védő, aztán még egy kísérlet, ez már fölé szállt. Még mindig 1-1, közeledik a meccs vége, csetlenek, botlanak a lányok, a felszabadítás rövid, a lövés életerős, a léc alá tartott, fölé tolta a szombathelyi kapus. A Ferencváros a győzelem elszalasztásával egy komoly sanszot is kiengedett a kezéből. Ha nyer, beírta volna második asztrát, ami ugye nem mindegy a döntőbe való jutás szempontjából. Nem rúgtuk be a gólhelyzeteinket. Ez lehet írni a fáradtság javára is igazából, hiszen a negyedik meccset játszottunk ugye 11 nap alatt. Mindegyik elég húzós meccs volt, de nem szeretném ennek a javára írni. Nem koncentráltunk megfelelően. Úgy gondolom egy pici ész hiányzott a játékunkból ezen a mérkőzésen. Lehetett volna, de sokkal könnyebb mérkőzés is, hogyha használjuk egy kicsit jobban a fejünket, és nem mindig csak a szívünket. Az első gól után leült a csapat, nekik ajándékoztunk egy csomó labdát, szétszórtak voltunk, kevés volt a koncentráció, és ebben nyilvánt meg, hogy ki tudtak egyenlíteni, és nem tudtunk rákontrázni. Győzelemre szerettünk volna törekedni, hiszen tudtuk azt, hogy egy esetleges győzelemmel még inkább szorossá tudtuk volna tenni ott a második hely körüli tulakodást. Hát kíváncsian várom, hogy ez a mai döntetlen, ez kinek lesz jó. Nagyon nehezen kezdtünk a mérkőzés elején, kicsit fáradtak voltunk, mondhatom azt az utazás után, ez látszott a bemelegítésnél, sem tudtunk annyira felpörögni, és ez sajnos ki is jött ugye az első félidőbe, be is kaptuk a gólt. Kellett az a gól sajnos, hogy észhez térjünk, aztán mondhatom azt, hogy a második félidőre viszont mi játszottunk jobban, mondhatom azt, hogy küzdöttünk.